kellemes szép estét, ez itt a PikKedd. A MOLPIK Szeged és a Szeged Televízió közös havonta megjelenő magazinműsora, nézzük a mai étlapot. Mi is ott voltunk Debrecenben a Magyar Kupa 4-es döntőjén, ahová több mint 400 szurkoló kísérte el a fiúkat. Hatalmas csatában egy időn túli hetessel 23-22-es arányban maradtunk alul a Telekom Veszprém ellen a Tipmix kézilabda Magyar Kupa döntőjében. Ezúttal sem volt könnyű dolgunk, de az újrajátszott mérkőzésen 24-23-ra nyertünk Tatabányán, ezzel nagy lépést téve az alapszakasz győzelem felé. Herbert Gábor csak tavaly augusztusban vette át a PIK U13-as csapat irányítását, de július 1-től újabb feladatok várják. Nem sikerült a bravúra Paris Saint-Germain ellen, így sajnos idén sem sikerült beverekednünk magunkat a Final Four-ba. Ez tehát a mai menü, kezdődjön a PikKedd! Április 14-én és 15-én Debrecenben rendezték meg a Magyar Kupa 4-es döntőjét, Zsinórban második alkalommal. A szegedi szimpatizások nagy számban képviseltették magukat. A helyszínen több mint 400 PIK drukker próbálta meg kiszurkolni a kupa győzelmet a Szegednek. Őket kérdeztük a Veszprém elleni döntő előtt. Tavaly hatalmas csatában 7 méteresekkel kapott csak ki a MOLPIK Szeged ősi rivális ellen a Magyar Kupa döntőjében ugyancsak Debrecenben. Nyáron szinte teljesen kicserélődött a szegediek kerete, az új játékosok pedig meglepően hamar összeszoktak, így joggal várták a klub szimpatizánsai kupa győzelmet kedvenceiktől. Egyre tűntes a serepe, mi vagyunk a fiaid, hajra Szeged, csak erőre! Szurkolók most is több száz kilométert utaztak, hogy támogassák a csapatot. A szombati döntő előtt kérdeztük őket az elődöntőkben aratott győzelemről, és hogy mit várnak a fináléban a kedvencektől. Hogy tetszett a csapat tegnapi játéka? A játék? Hát nagyon-nagyon meggyőző játékkal jutottunk be a döntőbe. 28-20 lett, hogyha jól emlékszem. A másik félidőben produkáltunk egy 18 perc alatt kapott nulla gólos produkciót, ami azt gondolom önmagáért beszél. És én azt gondolom egyébként, hogy a... Dudátok! Egyébként azt gondolom összességében, hogy a mai nap is ezt fogjuk látni. Nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha piros színű lenne a mai jelleg. Nagyon jó volt a csapat. Ha ma is így játszunk, akkor megnyerjük a kupa döntőt. Sima lesz? Nem lesz sima, de ha úgy játszunk, mint az első fél időbe, akkor van esélyünk. Szeged olé! Szeged olé! 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 Mai nap szoros, de hazai győzelem. Csak a Szeged. Mennyivel fogjuk szerinted behúzni? Mi a reális? Reális? 2-3 gól köztem. Csak a Szegednek. Nehéz dolog. Szívem azt mondja, hogy nyerünk. Az eszem nem biztos, mert nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ki mit tud, de csapatként a Szeged jobb, mint a Veszprém. Mi lehet a kulcs? Mi az, amiben felül tudjuk múlni a Veszprémet? Szigorúan a csapat egységben. Mi egységes csapat vagyunk, a Veszprém nem annyira, és ezzel talán ellensúlyozni tudjuk azt, amivel a Veszprém jobb egyénileg. A győzelem végül nem jött össze. Hiába produkáltak elképesztő második félidőt a szegediek. A drukkerek az első pillanattal az utolsóig kitartóan bíztatták a PIK játékosait, sőt a döntő elvesztése után is hosszú percekig éltették őket. Még ha a csapat nem is nyert kupát, a rajongóik biztosan kiérdemelték a legjobb szurkolótábor címet.
Sajnos nem sikerült a MOL-PIK Szegednek letaszítani a Magyar Kupa trónjáról a Telekom Veszprém csapatát. A péntek jelölt döntőkben a bakonyiak a Csurgót, mi pedig a Tatabányát múltuk felül magabiztosan. A szombati döntő akárcsak tavaly egy végletekig kiélezett találkozót hozott, amely végén a címvédő őrülhetett. Megkérdeztük a résztvevőket. Egy hónappal azután, hogy a bajnokságban találkoztak, ismét megvívott egymással a két ősi rivális, a MOL-PIK Szeged és a Telekom Veszprém. A tét ezúttal a Magyar Kupa győzelem volt Debrecenben. A péntek elődöntőkben mindkét csapat rendkívül magabiztos játékot mutatva nyert, a bakonyiak a Csurgót verték 33-23-ra, Bodó Ricsiék pedig a Tatabányát múlták felül 28-20-as arányban. A szegediek nagy elvárásokkal vágtak neki a döntőnek. Tudták, hogy rég nem voltak ilyen jó esélyeik a trónfosztásra. Ennek megfelelően jól is kezdték a találkozót. Rövid idő alatt 3-1-es vezetésre tettek szert. Ekkor viszont jött az elmúlt időszakban többször tapasztalt első félidei rossz játék. Így a Veszprém fordított és már 6 góllal is vezetett. A második játékrészben magához tért a szegedi csapat, gyorsan eltüntették hátrányukat, és 21-20-ra már ők vezettek. Rosszkor jöttek az újabb hibák, kettős ember előnyben két helyzetet is kihagytak. Másodpercekkel a vége előtt Balogh Zsolt egyenlített, azonban a középkezdésnél Gaber szabálytalankodott Nilssonnal szemben, így a hetesek helyett csak egy időn túli büntető következett, amit Palmarsson értékesített, így ismét a címvédő térhetett haza a serleggel. Nem jól játszottunk az első fél időben, aztán megint sikerült, jobban sikerült a második, és versenyben voltunk a végéig. Hát ott dőlt el a meccs, hogy nagyon nagy hibákat csináltunk, 6-4 ellen nem tudtunk, vagyis kaptunk egy gólt, aztán nem tudtuk belőni kettős előnybe, és a végén meg megint egy hetesen múlott, úgyhogy nagyon fájt kikapni. Az első felében jobb voltunk, második felében az első 15 perc nagyon játszott Szeged, de szerintem a legfontosabb volt hogy a kapus Sierra óriási volt, nagyon jó forma van Sierra, azért szerintem jött vissza. De az utolsó 10 perc szerintem volt miénk, volt lehetőség nekik, mert volt kettő ember hátrány, de szerintem jól játszottunk, okosan játszottunk, és megérdemeltünk a győzelmet. Sajnos megint nem sikerült a Magyar Kupát elhódítani. Mi volt az a nüansz, amivel jobbnak bizonyult ma a Veszprém szerinted? Semmi, olyat nem tudok mondani, de jobbak lettek volna. Egyszerűen így alakult a mérkőzés. Ismét egy hajszállal maradt le a győzelemről a PIK, de a bajnoki döntőben még kétszer vagy háromszor biztosan találkoznak Nagy Lászlóékkal. Ezeken a találkozókon végre eltüntethetik a különbséget, és begyűjthetik az évek óta hőnáhított bajnoki címet. Több szempontból is nagyon fontos volt a kékek Tatabányán aratott győzelme. Mindössze 2 nappal a PSG elleni BL csata után kellett pályára lépni a Balogh Zsoltéknak a megismételt mérkőzésen, és ha szűken is, de sikerült egy góllal nyerni. Következzen egy kis gól összefoglaló a szezon legszorosabb győzelméről.
Nem sikerült a Final Four-ba jutása, a francia Paris Saint-Germain volt a végállomás a negyed döntőben. Azonban csapatjátékból és küzdeni tudásból is jelesre vizsgázott Juan Carlos Pastor együttese. Az újszegedi sportcsarnokban teltház előtt sokáig tartották a lépést a jóval esélyesebb franciákkal, és a végén csak 3 gólos, 30-27-es vereséget szenvedtek. A párizsi visszavágón még egy szintet feljebb léptek a szegediek, és volt néhány pillanat, amikor továbbjutásra álltak. A bravúr végül elmaradt, 30-30-as döntetlennel végződött a találkozó, azonban nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy megúszta a vereséget a PSG otthonában. Május első napján vált hivatalossá, hogy a mostanában legjobb formáját idéző José Manuel Sierra jövőre is a MOL-Pick Szeged családtagja lesz, hiszen egy évvel meghosszabbította szerződését. Egy váratlan sérülés miatt szezon közben kényszerült végleg visszavonulni a kézilabdától a MOL-Pick Szeged korábbi csapatkapitánya, Vadkerti Attila. A 112-szeres válogatott szélső, Algyő legutóbbi Ózdeleni 33-33-as döntetlennel záruló bajnokián szenvedett keresztes alakszakadást. A PSG elleni első mérkőzés előtt edzés közben sérülést szenvedett Alen Blažević. Csirónak súlyzózás közben szakadt be a mellizma, a Veszprém elleni bajnoki döntőben léphet pályára leghamarabb, jobbulást neki. A 4 versenyből álló pickball utánpótlás torna sorozat 2. és 3. versenyét is áprilisban rendezték meg. Herbert Gábor csapata a Pick Szeged U13 végig jó játékot mutatva mindhárom találkozóját megnyerte, és itthon tartották a trófeát. Az U11-es együttesnek sajnos nem sikerült folytatni a jó sorozatot, de a 3. hely és a mutatott játék miatt is büszke lehet fiaira, Velkiné Bisján Éva. A 70-szeres válogatott Herbert Gábor veszi át a jövőben a MOL-Pick Szeged utánpótlásának irányítását. A posztot eddig betöltő Velki Mihály Veszprémben folytatja munkásságát, így a szegediekkel magyar bajnokságot és magyar kupát nyerő Herbert felel nyártól a jövő kézilabdásaiért. Ha egy klubnál egy vezető pozícióba új ember kerül, azt az egyesületek általában hivatalos sajtótájékoztatón közlik a szurkolókkal. Nem volt ez másképp a MOL-Pick Szegednél sem, az utánpótlás újdonsült szakmai igazgatóját, Herbert Gábort, maguk a gyerekek mutatták be. Köszöntjük a MOL-Pick Szeged szurkolóit. Majd fontos hírt fogunk bejelenteni. Szeretnénk bejelenteni, hogy Herbert Gábor lesz a Pick Szeged utánpótlás szakmai igazgatója. Az egykori szegedi közönség kedvenc jelenleg még a MOL-Pick Szeged U13-as csapatának edzője, de június 1-től a jövő valamennyi kézilabdázójáért felel majd. A sokat megélt Herbertet a gyermekek fogadták karrierje legszebb pillanatairól. Milyen érzés volt a válogatottban a himnusz hallgatni? Azt gondolom, hogy egy sportolónak az a legjobb dolog, ami történhet vele, hogy a saját hazáját, a nemzetét képviseli. Úgyhogy nagyon bízom benne, Tomi, hogy nem sokára te is majd megismered ezt az érzést. Azt is megtudtuk, hogyan érkezett a megkeresés. Juan Carlos Pastor, Márko Krivokapics, illetve Szögi Nándor volt ezen az első megbeszélésen. Már akkor is nagyon kecsegtető volt az ajánlat, olyan szempontból ez egy hatalmas munka, egy hatalmas kihívás. Tehát azért természetesen kértem gondolkodási időt, és átgondoltam, átbeszéltem a családommal ezt a döntést, mert ez egy teljes embert kívánó feladat, és más egyéb dolgokkal nem összeegyeztethető. De hogy mi is pontosan a feladata egy utánpótlás szakmai igazgatónak, Herbert Gábor ezt is elárulta. A junior korosztályig az utánpótlásnak a felügyelete, koordinálása, ugye ebben a pillanatban is 300 fölött van a utánpótláskorú játékosainak a száma. Egészen pontosan, nem is tudom, hogy hány bajnokságban indultunk az időn, talán 22-be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon átfogó és nagyon komoly feladat. Van szakmai oldala, van marketing oldala, és ezt az egészet irányítani, összefogni, azt hiszem ez lesz ilyen tömören és röviden összefoglalva a feladatom. Ha egy ajtó kinyílik, gyakran egy másik bezárul. Herbert Gábor, aki jelenleg a Contitec FKS-e agyő játékosa, a felkereséstől függetlenül az idény végén szögre akasztja a mezt. Nagyon szép volt, nagyon hosszú játékos karrier volt.
összeszámolva ez volt összesen talán a 21. idényem a felnőtt mezőnyben. Néha azt kell mondani, hogy nem. És hát azért voltak előttem most az utóbbi időben pár példa, hogy kell, illetve hogy nem kell befejezni a pályafutást, úgyhogy nem szeretnék a barátom sorsára jutni, hogy kötelező legyen meghoznom ezt a döntést. A gyerekek a sajtótájékoztató végén egy nagy tapsal üdvözölték a Molpik Szegedhez ismét visszatérő, a pozícióját nyártól elfoglaló válogatott kézilabdázót, Herbert Gábort. És én már akkor nyártól Herbert Gábor, a Pik Szeged utánpótlás szakma igazgatója, még egy tapsal búcsúzzunk. Áprilisban 4 bajnoki találkozót kellett megvívnia Juan Carlos Pásztor együttesének. A Csurgót, az Egert és a Ceglédet is könnyedén győzték le. A két Párizs elleni bajnokok ligája találkozó között már jóval nehezebb dolga volt Balogh Zsoltéknak, hiszen Tatabányán kellett nyerniük az újra játszott találkozón. Ha nehezen is, de megoldották a feladatot, így karnyújtásnyira került az alapszakasz elsőség. A világ egyik, ha nem a legjobb klubja látogatott áprilisban az új szegedi sportcsarnokba. A dúsgazdag francia alakulat érvényesítette a papírformát, és 3 góllal nyerni tudtak a Tisza partján, de a Molpik Szeged alaposan megizzasztotta Nikola Karabaticsékat, és a szurkolóknak is örök élmény marad a meccs. A legjobb védelem és a legjobb támadósor feszült egymásnak a Bajnokok Ligája negyed döntőjében. Az EHF által kiadott Power Ranking alapján a franciák másodikok, a Molpik Szeged a 6. legjobb klub Európában. A Molpik Szeged nem feltartott kézzel lépett pályára, és felnőtt a feladathoz. Végig ott voltak a franciák nyakán. A 7 méteresek visszatérő mumusok, hol Gorász Skoff, hol Thierry Omeyer tréfálta meg a szegedieket. De a Molpik Szeged is tartogatott szép gólokat a tarsolyában, Pedro Kínaiból. A Szeged meccsein már-már állandónak mondható. Bodó Richard ezzel az időn túli szabaddobásból szerzett góljával jelezte, minden távolságból elsülhet a keze. A csoda nem sikerült, de a játék képe alapján nincs oka szégyenkezni a Pásztor tanítványoknak, alaposan megnehezítették a PSG dolgát. Először is gratulálok a Párizsnak a győzelemhez. Büszke vagyok a játékosaimra, a hozzáállásuk miatt. Mindent megtettek azért, hogy sikerüljön nyernünk. Dolgozunk tovább, mi még egy fejlődésben lévő csapat vagyunk. Ezek a mérkőzések is segítenek abban, hogy még jobbak legyünk. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk Szegeden. Úgy gondolom, hogy vezettünk 60 percig, de nagyon elfáradtunk. Mivel a hazaiak kihozták belőlünk a maximumot, előnyből várhatjuk a visszavágót, de nagyon fontos, hogy nem szabad elhinnünk, hogy tovább jutottunk a párharcból. A visszavágón is élesnek kell lennünk. Úgy gondolom, a mi védekezésünk jobban összeállt, mint a szegedieké. Jól játszottunk, de én tisztában voltam azzal, hogy mi vár ránk itt Szegeden. Mivel játszottam már korábban itt a Celjével, akkor is remek volt a hangulat. A mester jól felkészített minket, és mi egyre jobb formában játszunk. Primero felicitar a Paris por la victoria, no? Yo creo que la diferencia fueron pequeños detalles. Gratulálok a Párizsnak. Szerintem kis dolgokon ment el a meccs. Kiadtuk magunkból mindent, megpróbáltunk nyerni. Most az a fontos, hogy felkészüljünk a Tatabányából, utána kielemezzük ezt a mérkőzést, és meg kell próbálnunk nyerni Párizsban, ami nagyon nehéz feladat. A világ legjobb kézilabdázójának kétszer is megválasztott olimpiai bajnok dán Mikkel Hansen a mérkőzést követően adott exkluzív interjú televíziónknak. Következzen a PSG 24-ese. Azt hiszem, rengeteg szansunk volt, hogy lezárjuk a meccset, de talán a sok 2 percnek és néhány hibánknak köszönhetően nem sikerült nagyobb előnyt szereznünk. De szerintem az egész mérkőzés kézben tartottuk, mindig volt 1 vagy 2 gólos vezetésünk, és jól játszottunk ma. Eldőlt, hogy ezzel az idegenbeli győzelemmel ott vagytok a Final Four-ban? No, not yet. We still have 6. Még nem vagyunk ott, még hátra van 60 perc.
Jó kis meccs lesz, jó ellenfél a Szeged, biztos, hogy mindent megtesznek azért, hogy tovább jussanak. Hogy tetszett az atmoszféra, majdnem 10 éve játszottál itt, ilyen volt Szegeden? Remek volt, mint mindig. Minden meccsen sokan szurkolnak a hazaiaknak, de ennek így is kell lennie. A MOLPIK Szeged felnőtt a feladathoz, és bár nyerni nem sikerült, a szurkolóknak így is örök élmény marad a PSG elleni meccs. És akkor nézzük, hogy melyik volt az elmúlt egy hónap legszebb jelenete. Az elmúlt hónapban több szépségdíjas találat is született, de mivel többek között ez a Pedro gól is kellett ahhoz, hogy alapszakasz győztes legyen a PIK, és életben tartsa ezzel a bajnoki címről szőtt álmokat, ezért nálunk ez a hónap jelenete. Ennyi fért bele a májusi PIK-edbe, júniusban ismét találkozunk, csak előre!